Az elsősorban Kolozsvári Mariant, a Farkas István kiállítás kurátorát, ami most ugye a Magyar Nemzeti Galériában látható. Egy elég nagy évű, nagyon sok munkát felvonultató kiállításról van szó, és hát nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket is. Se Marian és se én nem szeretjük a mikrofont, tehát próbálom nagyon hangosan és erőteljesen beszélni. Én tudok ilyen erőteljesen beszélni, és szerintem Marian is. De ha valaki nagyon nem hallja, akkor használjuk a mikrofont, jó? És akkor én ezennel vissza is ülök. És akkor jönnek a kérdések, és akkor remélhetőleg a kimerítő válaszok. Az első kérdésem az lenne, hogy egy elég, valamilyen szempontból elég ellentmondásos életúttal, festői úttal állunk szemben, Farkas István esetében. Most arra gondolok, hogy egy olyan családból származik, ahol mind szellemileg, mind anyagilag predesztinálva lett volna arra, hogy egy mindenféle akadály nélküli kibontakozásnak a részese lehessen, ehhez képest rengeteg akadályt kellett legyőznie, mind életút szempontból, mind pedig művészi fejlődés szempontjából. És arra szeretnélek kérni, hogy a családi hátteréről, ahonnan ő jön, amiből ő jön, egy kicsit beszélj róla, hogy tényleg honnan származik, mert nagyon lényeges az ő életében ez. Igen, Farkas Istvánnak az édesapja Voltner József, és 1885-ben ő alapítja meg az Inger és Voltner nevű könyvkiadót, ami egészen a 1944-ig azt lehet mondani, az egyik legjelentősebb és legsikeresebb könyv és újságkiadó Magyarországon. Gyakorlatilag tökéletesen kiszolgálták a középosztálynak az igényeit, szép kiállítású könyveket adtak ki, és igyekeztek például Lexikontól kezdve, vagy például Lika Károly az ő kiadásukban szerkesztette a Művészet című folyóiratot, és Tormai Cecil-től kezdve egészen a Móricz Zsigmondig rengeteg könyvet adtak ki, tehát egy gazdag zsidó családról van szó, és nyilvánvaló, hogy az apa nem örült annak, amikor a Farkas kijelentette, hogy festő akar lenni. Az alapok megvoltak ehhez, tudni kell, hogy Voltner József volt a mecénása gyakorlatilag Mednyászki Lászlónak, a Voltner családnak nagyon jelentős képgyűjteménye volt, Mednyászki, Nagy István, Rudnai képek főleg, és emiatt Mednyászki László mindennapos vendég volt náluk, és nyilvánvaló, hogy Farkas Istvánt, vagyis ahogy Mennyeszke a levelében írta, Pista Urfit elvitte festői csavargásaira. Tudni kell azt is, hogy Voltner József egy mondjuk így nagyon erőszakos, ahogy Farkas írja, szadisztikus hajlamokkal megáldott apa volt, csak a verés kedvéért megverte a fiát, akkor is, ha mondjuk a villa megcsikordult a tányéron. Anyja ezt mondjuk így a bánásmódot nem is bírta sokáig, 3 éves korában elmegyógyintézetben meghalt, tehát Farkas félárva lett, és amikor elhatározta, hogy festő lesz, akkor az apja nem engedte el Párizsba, hanem a hagyományosabb iskolákat preferálta, tehát járt Ferenczi Károly műtermében, ott is tanult, aztán azon kívül Münchenbe küldte az ottani Kern Akadémiára, pedig mondom, Farkas István Párizsba vágyott. 1911-ben, amikor végre ószóalkudozósok után kijutott Párizsba, akkor mondjuk Rilkének volt a műterem szomszédja.
kubisztikus képeket kezdett festeni, de ezt a festői fejlődést hamar megszakította az első világháború, és gyakorlatilag csapott papotot kellett hagyni, mint ellenséges ország állampolgárának ott kellett hagyni a képeit is, tehát a képeit se hozhatta haza, ezért ebből a kubisztikus korszakból semmilyen képet nem ismerünk, két képet ismerünk fotóról. Ez két ilyen erősen kubisztikus lépőakt. És azért, hogy valamit tegyen, ami hozzá köthető és nem az apjának az érdeme, ezért jelentkezett az Osztrák-Magyar Monarchiának a hadseregébe, és gyakorlatilag nem úgy, mint például Vasari vagy Nagy István, tehát nem ilyen hadifestő volt, hanem kőkeményen katona volt, a vérben és mocsokban, hadi ütközetekben vett részt, majd az első világháború után olasz hadifogságba esett. Gyakorlatilag a 20-as évektől újra kellett kezdeni a festői munkáját, és itt kezdődött el már az a farkasra jellemző festői világ. Először a családtagjait kezdte festeni, de nagyon kemény, mondjuk kicsit borzongató portrék ezek, és már akkor ezeken a képeken megjelennek azok a farkasra jellemző jegyek, mint például a nagyméretű ilyen harapófogóra emlékeztető kezek, a régies ruházat, ezek a vastag prémek, brossok, amik a portrékon a régi korokra utalnak, vagyis ezzel próbál valami avittas jelleget csempészni farkas a portrékba. Aztán ugye, amiről említést is tettél, a farkas életére az jellemző, a kiállításon az első terembe tettük a Végzet című képet, nem csak azért, mert az egyik legfontosabb kép az életműben, hanem mert jelezni akartuk, hogy a Végzet milyen gyakran beleszól Farkas István életébe, és mennyire más irányba tereli a sorsát. Ugye egyrészt a családi háttér, aztán az első világháborús katonáskodás, és akkor 21-ben meghal a féltestvére, aki a könyvkiadónak az örököse lett volna, innentől kezdve Damoklész kardként függ a feje fölött, hogy ő fogja örökölni egyszer a könyvkiadót. Kijut Párizsba 24-be, ugye elveszi feleségül Kohner Idát, Kohner Adolfnak az egyik legjelentősebb magyar műgyűjtőnek a lányát, kimennek Párizsba, és azt lehet mondani, hogy mai szóval kifejezve Farkas ekkor abszolút sztár. Tehát a legnagyobbakkal barátkozik, nem csak a festők között, Matisszal és a Utrióval és a többiekkel. A barátai közé tartozik például Auguste Perret, vagy a vasbeton építészet atya, vagy Corbusier, a költők közül André Salmon, vagy Pierre Fouquet, és még sokan mások, hogy tényleg abszolút sztár, és akkor hetente írnak róla a francia és a belga újságok, és akkor megint közbeszól a Végzet. Ugye minden évben kiállít a Portik galériába, olyan gyűjtők vásárolják a képeit, mint Corbusier vagy Chesterdale, az egyik legjelentősebb amerikai gyűjtő, vagy például Nemes Marcell a magyarok közül, és akkor 32-ben, éppen 5 nappal az Ernst Múzeum beli kiállításának a megnyitása előtt meghal az apja, gyakorlatilag sosem tudja meg, hogy a fia milyen nagy festő, és innentől kezdve ugye át kell vennie a könyvkiadónak a vezetését, 3 évig gyakorlatilag alig fest, tényleg egy újabb végzetes lépés, ott kell hagyni a Párizst, a sztár életet, hogy így mondjam,
és onnantól kezdve a könyvkiadóval való problémák, aztán utána jön tényleg, ahogy rázárul, igyekszik kijutni Párizsba, ott fest, mindig fenntartja a műtermét, és aztán egyre inkább, ahogy erősödik a fasizmus, egyre inkább lázárul a szűkös magyar élet, ugye fokozatosan például el kell bocsájtani a zsidó alkalmazottakat, stb. És egyre idegesebb, és ugye a legutolsó végzetes csapás, mondjuk így, hogy az a egyrészt reménykedik, nem menekül el, pedig 43 végén még Svájcba síjjel, Londonban van, tehát bármikor kimaradhatott volna, nem menekül el, és amikor elindul a vonat, ugye elindítják a vonatot Auschwitzba, akkor Felső Zsolcánál a vonatot ketté választják. Az egyik fele megy Starshopba, Ausztriába, ahol szinte mindenki életben marad, és a másik fele Auschwitzba, és Farkas ezen a másik vonaton van. És 1944. június 24-én a megérkezés után rögtön gázkamrába kerül, 31-én holttá nyilvánítják, és augusztus 28-án kelt az a mentesítő levél, amiben a kormány mentesítést ad Farkas Istvánnak a zsidó törvények hatája alól, majdnem két hónappal a halála után. Úgyhogy a felmentés már későn érkezett, ennyit röviden a családról, meg a háttérről. Majd beszélünk, hogy visszafogunk meg a végzetről, erről még biztos, hogy vissza fogunk térni jó párszor. Ugye Párizsban kétszer tölt el hosszabb időszakot, hogy te is említetted, az első időszak ugye az első világháború kitöréséig, ami a, mondjuk ugye a kubista időszak, de a második időszak volt a jóval jelentősebb időszak számára. Akkor ott ugye megérkezett, 24-ben már ugye feleséggel, ott kint született ugye a három gyermeke, a Konnerivától. Amikor ő kiment Párizsba, ugye említettet te is, hogy bekerült, ugye Rilke és mindenki ott volt, de ki volt az, aki mondjuk kvázi felfedezte, hogy erről vannak írások, hogy hogy ment be egy galériába, hogy előadta, hogy ki kell, hogy állítsák az önképeit, most rögtön jöjjenek a műtermére, de hogy végül is kik voltak azok, vagy ki volt az, aki úgy segített neki abban, hogy ennyire ismerté váljon, és tényleg hát ő sztár lett abban az időszakban. Igen, hát az egyik legjelentősebb André Salmon, aki egyrészt 1935-ben, tehát ez fantasztikus, hogy 1935-ben Farkasról Párizsban könyv jelenik meg, amit André Salmon ír, gyakorlatilag egy nagyon jelentős könyv. Aztán 36-ban Magyarországon is megjelenik egy Miroskov Jenő tollából, tehát egyik André Salmon, aki egy ismert költő és esztéta, a másik pedig Marcel Bertudi, a Portik Galériának a tulajdonosa. Gyakorlatilag egy kiállításon látja meg Farkasnak a műveit, és most talán két képét, és akkor mondja, hogy ezt a képét szívesen megvenni, és Farkas nem engedi neki. Azt mondja, hogy az egészet látnia kell, úgy tud csak dönteni, és menjen el a műtermébe, és így indul el az a kapcsolat, ami ahhoz vezet, hogy 28-tól kezdve 32-ig gyakorlatilag minden évben van egy kiállítás ebben a Portik Galériában, és rögtön az első kiállításon, amit említettem, beállít ugye Chester Dale-nek a felesége, és rögtön öt képét megvásárolja a Farkasnak. Tehát úgy kell elképzelni Farkas, tényleg egy borzasztó sármos ember, erőmi, hogy
öltözködik, pénze van, ilyen repülőgép motor, felspécizett Bugattival jár, szóval négy nyelven beszél, tényleg egy világfi, és nem mellesleg nagyon jó festő, hogy mennyire ismert volt, azt jelzi az is, hogy Párizsban élt egy Mari Vassiljev nevű orosz emigráns festőre, aki a festőknek egy ilyen találkozó helyet működtetett, ahol ételt is adtak. Tényleg az, hogy tényleg egy nagyon ismert társaság volt, és ez a nő ilyen kicsit naív képeket fest, de nem csak képeket fest, hanem ilyen körülbelül ekkora ilyen karikatúra babákat, vagy mondjuk így ilyen voodoo baba szerüket, kicsit naív ilyen babákat készített, és készített egy ilyen babát Farkas Istvánról is. Most elég, ha annyit mondok, azt szokták mondani, hogy paródiát arról készítenek, akit mindenki ismer. Hát nyilvánvaló, ha nem lett volna Farkas Párizsnak és a társaságnak a központja, akkor nem lett volna értelme egy ilyen babát csinálni, mert akkor senki se tudja, hogy kit ábrázol. Egyébként a híres ma is létező kávéházokba, a Szelekbe, a Dómba, a Rotondba járt Farkas, és például a Szelekbe meg a Rotondba például beszállt és dobolt, egyébként hegedült dobolt, de itt volt ilyen jazz zenekar, és ebbe a zenekarba beszállt dobolni, tehát igazi, azt lehet mondani, tényleg világfi volt. Igen, és nagyon érdekes, hogy így elmondva, és egy abszolút boldog életet élő valaki volt, viszont a festményeire, amit már említettél is, hogy azért már a 20-as években, ugye első világháború után már megjelennek azok a jegyek, amik nagyon farkas, és az a horgos kéz, mondjuk úgy, hogy alakokkal megtöltött csend életek, amik viszont valahogy nem, hogy nem adják vissza, hanem nagyon ellenkezővé teszik ezt a boldog életet, hogy te mit gondolsz, hogy az apja hatása, az mennyiben volt ilyen, hogy te is említetted, hogy szadisztikus volt, egy elég ellentmondásos viszony, hogy ez őt befolyásolta, vagy... Nagy részt, ami befolyásolta, gyakorlatilag 30-as évektől jelenik meg az a fajta, jelennek meg mondjuk így a Farkas Istvánra jellemző jegyek. Egyébként ami különleges, hogy gyakorlatilag egy egészen különleges technikával fest, tehát a középkori, akár azt mondhatjuk Jan van Eyck által használt technikát éleszti fel, tehát a falapot lealapozza, lecsiszolja, és gyakorlatilag saját maga keveri ki a festéket, temperával, tojástemperával fest, aztán később a 30-as évek után megjelenik az olajtempera, és ettől a képei, ha megnézik a kiállítása, tényleg valami, azt lehet látni, hogy belülről sugároznak egyfajta fény. Tehát nagyon különleges fotók jelentek meg, André Kertész készített fotókat Farkasról a műtermében, tehát patika tisztaság volt a műtermében, kis üvegcsékben álltak a porok, amiből kikeverte a festéket, tehát egészen különleges a technikája is, de 30-as évekre, ami mondjuk jellemzi a festészetét, például ezek a kopasz faágak, vagy a sehova nem vezető utak, vagy sehova nem vezető lépcsők, ezek a furcsa maszk-arc képmások, gyakorlatilag, hogy az arcokon nincs is semmiféle jellemző jegy, gyakran szem is alig, tehát ez a maszkszerű arc, és hát nyilvánvaló nem csak az apai háttér, hanem nyilvánvalóan az is, hogy azért a 30-as években a gazdasági válság miatt is egyre nehezebb az élet, a gondok nyilvánvalóan őt is
sújtják, és hát ugye 32-től meg, amiről beszéltünk, haza kell térni, és innentől kezdve tényleg az a borzasztó szorítás, amit ebben az időszakban érezni lehet, Gadányi Jenő ír egy pár mondatot Farkasról, hogy tényleg lázdohányos volt, egyik cigarettáról gyújtott a másikra, és akkor Gadányi Jenő írja, hogy álmatlan volt, rémképek gyötörték, és írja, hogy nem értem, miért nem jutott eszünkbe, hogy ezt a fajta életérzés és ezt a fajta idegességet már a fasizmus előttörése okozhatta. Szóval nyilvánvaló, hogy ez a fajta borzalom egyébként a Végzet című képen is mindig azt lehet mondani, hogy a képeken mindig majdnem önmagát, vagy nyilvánvaló nem úgy, hogy önmaga látszódik a képen, hanem a belső lelki állapotát festette, mindig önmaga, kvázi a családja mondjuk így jelenik meg a képeken, és a Végzet című képen, ahogy mondom, nem a jellemző arcvonásokkal, de a Végzet című képen két ember jelenik meg, egy férfi és egy nő, és André Szalma, amikor megnézi ezt a képet a kiállításon, akkor megjegyzi, ami oda is van írva, mondja, ez megöli, mielőtt hazaérnek. És akkor Farkas odasúgja ezt a történetet, Dénes Zsófia írja meg, és Farkas odasúgja Dénes Zsófiának, hogy honnan tudja ez, hogy ezt festettem meg, vagyis a szüleit festette meg. Úgyhogy nagyon érdekes, ami azok az érzések, mondom, ami a képei látható, és ami megjelenik. Egyébként, hogy tényleg visszatérve Párizshoz, hogy mennyire fontos volt, itt a könyvben is szerepel, hogy például André Szalmon azt írta, hogy Párizs csak hálás lehet, és köszönetet mondhat azért, hogy Farkas egy ideig Franciaországban időzött. A Le Monde-nak a kritikusa pedig azt mondta, azt írta, hogy Farkasnak Matisse és Dufy közt van a helye. Tehát a kortársak is már így értékelték. Meg is jelent az ki is, amit lesz Szalmon, mert egy közös alkotás, amikor ugye a Farkas István festhet. Ez a korrespondansz album, ami egy érdekes album, 10 képnek a nyomata van benne, amik annyira megihlették André Szalmont, hogy mindegyikhez verset írt. Ez egy nagyon érdekes közös együttműködés, ezt a párizsi sajtó annak idején nagyon magasztalta, és azért is érdekes, mert egy nagyon különleges, azóta már elfeledett technikával készült ez az album, ez az úgynevezett pochoir technika, ami azért különleges, mert borzasztó aprólékos, emiatt borzasztó drága, és ezért ma már nem is alkalmazzák, de nagyon nagy tudás, nagyon nagy precizitás kellett hozzá. Ahhoz, hogy egy képet, például ez a kép, a baloldali kép is megjelent ebben a Correspondance albumban, ahhoz, hogy ez a kép nyomatként megjelenjen, ehhez több száz nyomóformát készítettek el, tehát nem egyetlen egy nyomólemezben voltak a formák bevésve, hanem több száz aprólékosan, több száz ilyen nyomólemezt készítettek minden részlethez külön, és emiatt olyan életű plusz vastagon használták a festéket, és emiatt olyan élethűek ezek a nyomatok, hogy az ember közelről nézi, akkor is úgy látja, majd, hogy nem, mintha festmény lenne. És még a legelején említetted Mednyászkit, hogy tényleg egy családi barát, mondhatni, és még ugye nagy hatással,
volt rá, de még voltak nem ennyire előteljesen, de más művészek is, hogy a magyarok közül, ugye Gulácsi szokták emlegetni, de nemzetközi szintéről is voltak, ugye ki is van állítva egyébként a galériában is egy képmű, hogy kik voltak, akik nemzetközi szempontból. Hát egyrészt nagyon... tényleg Mednyánszky. Nagyon érdekes, hogy Mednyánszkynak volt egy motivuma, egy magányosan álló, ilyen hasába lakó emeletes ház, amit ha megnézik a képeket, akkor a legtöbb farkas képen megjelenik, mint például itt a bal szélen, úgyhogy ez például Mednyánszkynak a motivuma. Aztán van egy képe farkasnak a Kertben című kép, amin a két figura mellett középen a festmény közepén megjelenik egy, a tájban egy szobor, az Gulácsi Lajosnak a Gondolatok című képén szerepel ugyanaz a szobor, és a képnek a hangulata is nagyon sok esetben, tehát nagyon sok motívumban hasonlít. A másik külföldiek közül is kiraktunk pár analógiát. Egyik ugye Enzornak a képe, két képe is látható, ahol ugyanez a maszk arckép más jelenik meg, vagy például a másik Munknak a képe, hogy ugyanez az örvénylő szürrealisztikus és az a maszkszerű arc szerepel az ő képein is, mint farkasnál, és egy kevéssé ismert, de nagyon jelentős festő, belga festő Léon Spilliard, aki barátja volt farkasnak, és Léon Spilliardnak a korai képei ugyanolyan hatásúak, mint farkasé, tehát megjelenik a természet, de nem naturalisztikusan, hanem úgy, hogy a természet gyakorlatilag a képen szereplő figurának a lelki állapotát tükrözi. Igen, csak hogy a már valószínűleg, hogy a párizsi évek után ő, hát kényszerből hazaérkezett, hiszen át kellett venni a cégvezetést, és több helyen, több között a Herceg is leírja, több helyen megjelenik, hogy alapvetően az, hogy senki nem várta volna, hogy ennyire sikeresen viszi tovább a céget. Ugyanolyan sikeresen, sőt talán, hát ha lehet ezt még fokozni az apjához képest is, nagyon szigorúan vitte elvileg, és hogy erről sem remélek a leírások. És ilyenkor azt említetted, hogy beszorítottba érezte magát, de azért ő így tudott festeni, és aztán jön Szigliget, és ilyenkor bármiféle festői fejlődésről beszélhetünk el, vagy már beállt ez a farkasi meghatározói művészeti világ, és akkor ezt élte meg folyamatosan, beszorítva magát mondjuk úgy, hogy a kiadói tevékenység, vagy ezt ő hogy tudta párhuzamban vinni, így a beszorításon felül? Tényleg nagyon sikeressé tette, vagyis tovább vitte ezt a sikeres könyvkiadót. Nagyon kemény vezető volt, sőt bizonyos mértékig szadisztikus vezető. Ugye Benedek Marcell leírja, hogy direkt olyan embereket rakott egy szobába, akik utálták egymást, és például a munkaidő nem számított, tehát bárkinek bármikor rendelkezésre kellett állnia, viszont amikor át kellett már adnia, tehát le kellett mondania a kiadó vezetéséről a zsidó törvények miatt, akkor például a munkatársak között szétosztott a házi pénztárban lévő pénzt. Szóval tényleg egy érdekes egyéniség volt, de ahogy ment tovább, tehát ahogy előre tört a fasizmus, és ahogy egyre borzasztóbbá vált az élet, nyilvánvaló a képei is egyre borzasztóbbak, egyre
legkülönlegesebbek, amit említettél, 1934-ben Szigligeten, Balaton legszebb zugában, ahogy ő nevezi, megvett a domboldalon egy telket, és felépítette rá a műtermét, onnantól kezdve ott dolgozott. És ez mondjuk egy érdekes időszak, egyrészt tájképeket kezdett festeni, szigligeti tájképeket, de ezek se úgy lárpurlár tájképek, hanem ebből, ezekből is kiérződik ez a farkasos lelkiállapot, és aztán külön teremben mutatjuk be, a kiállításon úgy neveztük el, hogy az utolsó napok idézőjelben, 1943 őszén a barátnőjével, a gyerekeivel utoljára még lement Szigligetre, és akkor csendéleteket, igazi örömmel teli képeket festett, tehát mondom csendéleteket, megfestette a gyerekeit, ahogy a párizsi korszak a gyerekeivel kezdődik, gyakorlatilag a festészete is egy ilyen ívben a gyerekeivel záródik be, akkor megfestette, mondom, a gyerekeit, ez is egy egészen különleges kép. Tehát ezekben is benne van a fájdalom, meg benne van ez a furcsa boldogság, de mégis mások a színek. Igen, az abszolút észre is vehető, de nem érdekes, mert van benne egyfajta megnyugvás is, de hogyha tényleg jöjjenek el a kiállításra, és majd ezt mindenképp nézzék meg, vagy ha már voltak még szerencsésebbek. A párizsi évek, ugye már most már többször szó volt, hogy ott gyakorlatilag sztár volt a második párizsi szakaszban. Amikor hazajön Magyarországra, akkor itthon viszont nemhogy nem fogadják el, hanem szinte még ki is közösítik egy túlzással, tehát most itt a művészeti körökre gondolok, a Gresham kör, ez nagyon kevés barátja van, hogy ez miért alakult így, hogy Párizsban sztár, és itt pedig hát gyakorlatilag kitolják a művészeti közül. Nyilvánvalóan épp, mert Párizsban mondjuk így egyenrangú volt a többiekkel, itthon viszont gazdag volt, tehát bármelyik Pálcaihoz, Bernát Aurélhoz, bármelyik másik festőhöz nézzük, hát, hozzájuk képest, tényleg nagyon gazdag volt, és ezt a gazdagságát ő próbálta jóra használni, tehát támogatta a fiatal festőket, Szalai Lajos, Barcsai Jenőt, Vil Tibort és másokat, de valóban ennek ellenére nem fogadták be se a Színyei Merse Társaság, se pedig a Gresham kör nem választotta be tagjai közé. És akkor most még vissza fogunk térni majd a valóban a végzetre, tehát a háborús időszakokra, csak most egy kicsit átugorva, hogy a második világháború vége, és úgy utána is, tehát hogy most is egy olyan festőről van szó, akinek teljesen egyedi és nagyon sajátos, kiemelkedő életműve van, ennek ellenére még most sem, 2020-ban sem ismert annyira, mint aztán azóta, ahogy a többi festő társa, magyarra gondolok, feljött, hogy ennek mi a további oka, hogy aztán ennyire, tehát igen, hogy a szocializmus ugye nem volt, tehát nem volt kiment festő, de hogy már azóta eltelt mégis egy csomó időszak, és egyrészt ennek biztos, hogy nagyon sok oka van, egyrészt az is, hogy nagyon tényleg furcsa a festészete, nagyon tragikus, és általában a képei, Farkas pontosan tudta a jelentőségét, nagyon kevés, mondjuk így, hogy kisméretű képeket festett, tehát főleg nagy méretben gondolkodott, ráadásul kitalált egy egészen különleges keretfajtát, egy ilyen lépcsőzetesen mélyülő keretet, ami nagyon széles, ami még tovább növeli a képnek a méretét is, a monumentalitását is. Egyébként a kiállításon lehet látni, hogy 1932 vagy 1936-ban az Erzsébet-beli kiállításon
úgy állította ki a képeit, hogy az előbb említett Auguste Perret, aki vásárolta a képeit, és egy Agion nevű alexandriai gyűjtőnek a palotájába be is építette szó szerint ezeket a képeket, gyakorlatilag Perret találta ki, hogy ezek a képek falba kívánkoznak, és ebben a palotában így is jelent meg. És Farkas ezt a hatást szerette volna ezen a képen elérni, és ezt úgy érte el, ezt a freskószerű látvány, hogy a fehér falon ezekbe a széles keretekbe tette a képeit, de ezek a széles keretek fehérek voltak, és valóban ebből szinte, vagy ettől szinte leugranak a falról ezek a képek, szinte láthatatlanná válik a keret is, ez nagyon érdekes. Tehát mondom, főleg az, hogy nagyméretűek ezek a képek, eléggé szorongatóak, tehát mondjuk így, hogy nem egy Szinnyei Merse, akivel egy Szinnyei Merse képpel mondjuk szívesen él az ember. Ezek a képek nem olyanok, hogy tényleg mondjuk egy polgári lakásba beillenének. Meg kell ezeket a képeket érteni. Úgyhogy, és a másik talán az, ami ennek a kiállításnak az előnye. Egyrészt, hogy tényleg csak nem 170 képet mutatunk be, másrészt pedig az, hogy úgy állítjuk ki ezeket a képeket, hogy gyakorlatilag bele vannak a képek illesztve az életútba, vagy mondjuk Farkas életébe, és azért ezek a képek talán érthetőbbé válnak, teljesen más hatást keltenek, mint 2008-ban, jól emlékszem, volt a Budapesti Történeti Múzeumban egy körülbelül 80 képből álló Farkas kiállítás, de mindenki azt mondja, aki látta, hogy nem lehetett így megérteni az életművet. Azok a dolgok, amik ilyenné teszik a művészetét, talán ezen a kiállításon jobban érthetővé válnak. Igen, és akkor most visszaugunk a világháborúhoz, ahogy említettem, hogy azt már te is az előbb mondtad, hogy a fasizmus szorongatás, hogy a műveiben visszajön, egyre jobban lehet érezni, ez is közrejátszik. Ugyanakkor nagyon érdekes, ez nagyon sok emberben fölmerült, aki a kiállítást látta, vagy Farkassal foglalkozik, hogy nem ment el. Tehát, hogyha neki volt lehetősége, akkor ő elmehetett volna, elmenekülhetett volna. Már ugye már a harmadik zsidó törvény, ami már nagyon szigorított, és ő ezt mégsem teszi meg. Ugye a Gassó, a francia nagykövet, tehát a figyelmeztetések ellenére, tehát szólnak neki, hogy menjen el. És mi az, ami miatt ő ezt mégsem teszi, mert ugye van, aki azt mondja, hogy annyira naív volt, annyira hitte, hogy ő, ha nem is érinthetetlen, de egyszerűen mégsem érik el. Van, aki azt mondta, hogy a munkásait is akarta menteni, süllyedőhajót nem akart elhagyni, hogy akkor most hol van a mondjuk egy igazság? Valószínű, hogy szinte mindegyik igaz. Egyrészt például gondoljunk arra, a Farkasnak rengeteg kitüntetése volt az első világháborús időszakból, és ha belegondolunk, hogy országgyűlőnek ennek a festőnőnek az apja majdnem ugyanilyen kitüntetések birtokában a feleségét, a lányát, sőt még a nagymamát is ezekre a kitüntetésekre alapozott mellevéllel le tudja szedni az Auschwitzba tartó vonatról, akkor nagyon érdekes, hogy Farkas gyakorlatilag miért nem kapott mennevelet, ráadásul mint egy gazdag család gyereke. Azt lehet mondani, hogy főleg olyan barátokkal, mint például Herceg Ferenc és mások,
hogy tényleg miért nem tudták Hortinál mondjuk kiárni a bánlevelet, ez mondjuk nagyon furcsa. Ezekre alapozva valószínű, hogy jó darabig elhitte egyrészt azt is, hogy neki nem eshet baja. Másrészt valószínű számtalan visszaemlékezésből tudjuk, hogy senki sem gondolta, hogy ez ennyire tragikus. Ha megnézzük a kiállítás utolsó termében, olvashatjuk Farkasnak a három levelét, amiből kettőt a Rökszilárd utcai gyűjtőből írt, egyet meg már a kecskeméti gyűjtőgyári táborból, és ha elolvassuk ezeket a leveleket, akkor láthatjuk, hogy fokozatosan jött rá, hogy és fokozatosan nyilvánvalóan durvult el a helyzet. Az első levelében még vízfestéket kér, takarót, szvettert, de gyakorlatilag egy kis kaját, de gyakorlatilag arra gondol, hogy itt majd egy kicsit még mondjuk így elfesteget, kicsit mostohák a körülmények, de elfesteget, és az utolsó levele meg tényleg maga a borzalom, ez a mentsetek meg SOS, különben elvisznek innen, hogy mehessek vissza valami emberi helyre, mert itt korbácsolás, éhezés és piszok tenger van, és vissza, ahonnan jöttem valami emberi helyre, ez van az utolsó levelében, de nyilvánvalóan nem gondolta, hogy hogy ez ilyen borzasztó lesz. A másik pedig az, hogy tényleg, ahogy említetted, a felelősség is benne van, a cége iránt számtalanszor elmondja, hogy ezt a céget a fiára szeretné hagyni, tehát nyilvánvaló az is benne van, hogy nem akart mindent odadobni, bízott abban, hogy ez egy átmeneti időszak, és akkor utána ez még rendbe jöhet. Igen, és hogy elvileg, ugye ebben is megoszlanak, de hogy elvileg benne ez volt, amikor ugye a sajtókamara főnöke kiadta az 54 zsidó származású újságírónak a nevét, és utána akkor ő beült a Farkas István helyére, Gáspár Jenő. És ugye itt is két verzió létezik, hogy hát elárult a Farkas, viszont van a másik is, hogy igen, hogy nem ilyen egyszerű. Igen, mert Farkas akkor már tudta, hogy a törvény miatt már egyrészt a zsidó alkalmazottakat is el kellett küldeni, tudta, hogy ő már nem maradhat a kiadónak a vezetője, és ezért gyakorlatilag többekkel megbeszélte, és jóvá is hagyta, hogy Gáspár Jenő vegye át a kiadónak a vezetését. Valószínű arra gondolt, hogy kell valaki, aki ebben az időszakban vezeti a céget, tehát mondjuk így egy Stróman vagy valaki, mivel ő nem vezetheti, tehát ez se volt ilyen egyszerű. Nyilván valóban felkerült erre a listára utolsóként ráadásul, de mondom, itt nem az volt, hogy Gáspár Jenő mondjuk így júdáspénzként kapta volna meg a kiadót, hanem mondom, már Farkas beleegyezésével lehetett tudni, hogy ő lesz a kiadónak a vezetője. Mm-hmm. Igen, és ha jól gondolom, akkor ez egyébként itt van, ahol most a Herendi volt van, tehát hogy itt volt maga a könyvesbolt, nekik azt hiszem. Az Andrássy út, és igen, és akkor az Andrássy út elején. Egyébként egy nagyon... A Herendi volt van ott. A cégnek a gazdagságát vagy nagyságát jelzi, hogy tényleg nézzék meg, ez egy három emeletes hatalmas épület, az egész a földszinten volt, a könyves volt, emeleten az irodák, meg lakás, és tényleg ez egy hatalmas épület, és nagyon pazar volt a könyvesboltnak is a berendezése. A legjelentősebb belső építészek készítették
a polcokat, és ami ennek a könyvesboltnak a különlegessége volt, hogy egy hatalmas a magyar koronát formázó csillár volt a könyvesboltban, de mondom, egészen pazar volt a boltnak a berendezése is. Igen, és ott nagyon közel van most is hozzánk. És abban semmi sem maradt a berendezésben? Semmi. Hát nem, igen. Én sem tudom, hogy semmi. Tehát, hogy az. És akkor lassan a vége felé közelebb, hogy általában ilyenkor mindenkit szokott izgatni, hogy hát az örökösök, illetve hogy a gyűjtemény, mert hogy a kiállításon is, ugye galéria anyagából is, magántulajdonból is vannak képek, tehát hogy vegyes az összetétel, és hát maga Farkas István is, neki volt három házasságon belüli gyermekek, tehát Kornel Idától aztán ők elváltak, 30, el, csak külön éltek, igen, nem éltek együtt, és volt két házasságon kívül gyereke, tehát 5 gyermeke volt neki, és 5 felé osztotta, ugye mondjuk így, hát most idézve a gyűjteményét, de akkor ez hogy nem történt, volt, hogy igen, hogy ez, hogy nem osztotta, hanem ez felé, hogy alakult ez így? Gyakorlatilag arról volt szó, hogy volt egy Brüx Ferenc nevű gyűjtő, akinek köszönhetjük azt, hogy gyakorlatilag a farkas képek fennmaradtak, és hogy a gyűjtemény egy része, vagy a hagyaték egy része egyben maradt, mert ha elmennek Kecskemétre, a kecskeméti képtárban lévő nem csak Farkas István anyag, hanem Mednyászki és Nagy István anyag, az mind Brüx Ferencnek a ajándéka gyakorlatilag Kecskemétnek. Brüx Ferenc Farkas Istvánnak volt a barátja, és gyűjtő volt már eredetileg is, és Nagy István, Mednyászki László rudnai képeket gyűjtött, ő is Farkas Istvánnak a képeit is vásárolta. És én még ismertem őt, találkoztam vele, és ő volt az, akihez ugye Farkas Istvánnak a két fia borba került, de megmenekültek, és akkor az első házasságon kívül született lánya itt maradt Magyarországon, de a többi gyereke diszidált, és hogy Farkas Istvánnak a fia Farkas Sárli, az egy talicskán tolva mentette át az egész anyagot egy pincéből Brüx Ferenchez, úgyhogy így maradt meg az anyag, azt lehet mondani. És hát nyilvánvalóan, akik kerültek farkas képek külföldi magángyűjteményekbe is, az egyik párizsi képet például egy gyűjtő a párizsi Bolha piacon vásároltam meg, úgyhogy nagyon érdekes történetek is vannak, nagyon jól járt, úgyhogy, de tényleg Brüx Ferencnek köszönhető, ugye mivel a külföldre nem vihették ki a farkas fiúk az anyagot, Brüx Ferencnek köszönhető, hogy az az anyag így egyben megmaradt. Igen, és még akkor egy kérdés szokott, hogy a Szigligeti ház, hogy az, hogy akkor annak, hogy alakult a sorsa úgy, ahogy, tehát, hogy most én nem lesz el a gyakorlatilag család. Ez szerencsétlen dolog. A Farkas család a 80-as, 90-es években is gondolta arra, hogy a Farkas villát megvásárolják. Sajnos elhitték azokat az ígéreteket, hogy az állam ott egy Farkas István múzeumot fog berendezni, aztán ahogy szokott történni, ez nem így lett, és most egy wellness szálló működik benne, úgyhogy először voltak ott még képek, aztán egy szobában voltak rajzok, aztán már nem volt semmi, úgyhogy gyakorlatilag, de egy tényleg egy nagyon szép épület, de hát ez lett a sorsa. Akkor lassan most már a legvégén, még a kertes nyitva lesz március 1-jéig, de ugye december közepétől már nyitva van, hogy ebből már lehet látni esetleg, még lehet, hogy korai, hogy
Farkas István elnyeri azt a méltó helyet, amit megérdemel, vagy hogy ennek van valami következő állomás, hogy akkor hogyan tovább, hisz most ez tényleg egy nagyon nagy évű kiállítás, hogy akkor mi lehet mondjuk a következő lépés? Vagy nyilvánvalóan egyik kollégám azt mondta, félig meddig viccesen, félig komolyan, hogy megcsináltad Farkas István, de valóban arról van szó, hogy ez a kiállítás talán úgy fogalmaznék, hogy egyrészt felhívta a figyelmet Farkas Istvánra, rengeteg képet láthatunk tőle, ennyit talán még soha, lehet, hogy soha nem is fogunk, mert mondjuk nem volt egyszerű az anyagot összeszedni. Másrészt meg, amit már említettem, hogy így az életével együtt bemutatva tényleg olyan értékeket, olyan dolgokat lehet felfedezni, és talán másként lehet látni, és másként meg lehet érteni ettől a másként látástól a festészetét. Úgyhogy mi azt tapasztaljuk az újságcikkeket és a reagálásokat hallva és olvasva, hogy valóban hiába volt a Nemzeti Galériának az állandó kiállítása, mindig is két vagy három farkas mű, többek közt ez a Végzet című kép is, vagy a szirakúzai bolond másik nagyon híres képe. Most talán kinyílt az embereknek a szeme, és nagyon sokan most vették észre gyakorlatilag, és most jegyezték meg az ő nevét, hát aztán majd meglátjuk, hogy lesz tovább. Mindenesetre valóban nem könnyű még egyszer ennyi képet összeszedni. Tényleg elég nagy erőfeszítésbe került külföldről is rengeteg helyről. Jó, én köszönöm szépen. Most jönnek önök. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van Marian felé, akkor nyugodtan. Vagy ha még Marian mondani akar valamit, akkor... Nem tudom, azt hiszem, mindent, amikor bennem maradt. Mondom, meg kell nézni a kiállítást, mert tényleg különleges ez a festői világ. Mondom, nagyon-nagyon szép az, ahogy a képek belülről fénylenek. Egészen különleges technika, gyakorlatilag van, ahol csak szinte észrevehetetlen a festék réteg, szinte a lealpozott falapot látjuk, és ettől egészen érdekes hatások jönnek elő a képeken. Igen, és annyit hozzátennék, hogy azért is érdemes megnézni, mert hogy nem egy olyan hagyományos módon van kiállítva, hogy van négy fal, és akkor arra föl vannak aggatva a képek, hanem hogy mindenhez egy olyan belső építészeti világ van kitalálva, ami teljesen alátámasztja még ezt a fajta festői hangulatot, meg az egész Farkas Istvánnak a lényét. Tehát nagyon a terek is pluszban hozzáadnak a kiállítás élményhez. És mondom, nagyon hátborzongató az utolsó teremben egy ilyen kis, mondjuk itt tárlóban, nem tárlóban, ott ez a három utolsó fecsni, ez a három utolsó levél, és úgy oldottuk meg gyakorlatilag, hogy a falra kivetődve egymás után kiíródik ez a három levél, és tényleg mellette ott van a falon ez a menlevél, ami későn érkezett, egészen különleges, hátborzongató hatása van. Tényleg megrendítő a végén ezt látni. Előtte ugye ott van egy gyönyörű, ilyen egész falat betörtő hatalmas fotó, hogy Farkas vidáman Svájcban síjel, maga a fotó is gyönyörű, hófette hegycsúcsok, Farkas elegáns, piszok jól néz ki, és akkor a következő teremben pedig ezt a döbbenetes három levelet láthatjuk, olvashatjuk. Tényleg megrendítő az egész kiállítás. De a kezdés is nagyon jó, mert ott is a levelek felolvasásával kezdődik,
És nekem még nagyon tetszett a párizsi hangulatnak a bejátszása. Nagyon szoktam viccesen mondani, hogy vannak rakva párizsi fotók a korabeli Párizsról, fotók Aysárról, ez egy néger modell, akit Farkas többször lerajzolt, ott vannak ezek a rajzok is, és gyakorlatilag ott vannak az újságcikkek a falon, nagy van kinagyítva, amiket Farkasról írtak, és mondom, ott vannak ezek a párizsi fotók, és én viccesen azt szoktam mondani, hogy a fotók között ugye vetítünk, fotók közé bevetítünk egy filmet a korabeli Párizsról, a kávéházi hangulatról, kicsit olyan, mint Harry Potter, amikor Harry Potter könyvében ugye elkezdenek megmozdulni a szülők, tehát gyakorlatilag az ember azt várja, hogy a többi fotó is mindjárt megmozdul, és közben meg ugye Josephine Baker énekel, úgyhogy tényleg van egy egészen különleges hatása. Nekem nagyon tetszett. Köszönöm szépen. És azt hiszem többször is meg lehet nézni. Tényleg. Nagy az anyag. Az is az anyag, és tényleg egészen különleges az a hangulat, amit a képek keltenek. És jó, hogy a szövegbe is le van írva a története, az élete, szóval képek hangulatát másképp látjuk. Kiraktuk például az első világháborús hadi naplóját, a katonákról ilyen skiczer portréját, szóval nagyon sok mindent meg lehet ismerni a kiállításon. És hogyha azt javaslom, hogyha felvennünk a Nemzeti Galéria honlapjára, akkor ott a programok között fönt is van, hogy Marian mikor tart kurátori tárlatvezetéseket, 4-5-ször, tehát hogy azért most még nincsenek legkésve, hogy nézzék meg, és akkor nagyon jó időpontokban elérhetünk. Csütörtökönként és szombatonként szoktak ezek a vezetések lenni. Négy szombaton és csütörtökön négy is. Igen, nem minden szombaton is, igen, csütörtökön. Azért nézzék meg. Kicsit sok lenne. Igen. Igen. Van egy kiállításom. Ez, amit kurátorként már lehet. Hát most a Nemzeti Galéria elkezdett egy sorozatot, az 2013-ban indult ilyen nagy életmű kiállításokkal, 2013-ban indult Bálint Endrével, aztán Országgyűrűvel, Kornis Dezsővel, most Farkas Istvánnal, ezeket én csináltam, de ott már nem is tudom, több százat csináltam, úgyhogy igen, és hát mondom, megjelent hozzá ez a könyv, úgyhogy ebből is rengeteg mindent meg lehet tudni. Igen, soha művek is szerepelnek. Igen, dokumentumok gyakorlatilag minden benne van, soha nem látott fotók Farkas Istvánról, úgyhogy tényleg különleges, és hát a végén benne van a szinte az összes általa készített kép, az is, ami mondjuk megsemmisült, meg az is, ami lappang, fekete-fehér fotó van róla, de nem tudjuk, hogy hol van. És jön még valaki a gyerekei közül? Igen, Farkas Sárlél 94 éves, úgyhogy és kísértetiesen hasonlít az apjára. Sajnos Rómában él és nem tudott eljönni a megnyitóra, mert azért utazást már nem vállalta be az egészségi állapota miatt, de tényleg az első teremben, hál' Isten, megmaradt egy filmhíradó részlet, amikor Farkas István a 36-os könyvásáron, ott ez egy pár másodperces részlet, ahogy ott dedikál, mozog gyakorlatilag, de tényleg pár másodperc, és ezt kivágtuk ebből a filmből, és végtelenítettük. Tehát gyakorlatilag Farkas István ott mozog a kiállítások, jön, megy a kiállításnak az első. Amúgy rengeteg leszervezetje van többek között még. Igen? Amúgy van Fén? Sok unokája. Hogy ők igen. Is leszármazott. Igen, igen. Igen. Csak most állni. Igen, Olaszországban. Mondom,
a piac kísértetésen hasonlít rá, úgyhogy egészen különleges. De a legkisebb fia is hasonlított. Igen, igen, de mondjuk igen. Talán... Középső is. Igen, Sárgyi talán jobban. És hát igen, valóban az unokák, hál' Isten, szép számmal. És még egyet hozzátennék persze, Gav, meg hálás köszönet minden pillanatban kiállításért, hogy nem feltétlenül nyomasztó az együttéléssel ezekkel a képekkel, tehát erre ezt csak így megjegyezném, mert én értem is. Nyilvánvaló, sok minden, igen, de ehhez kell egyfajta, én azt mondtam. És nem csak érteni, érezni. Igen, egyrészt meg kell ehhez valami stih, szóval egyfajta agylövés, hogy így mondjam. Tehát azért hétköznapi ember... Több annál. Igen, tehát meg kell érezni ezeknek a képeknek a hangulatát. Egyébként hozzá kell tennem, hogy borzasztó képekkel is együtt lehet élni. Szóval Román Györgynek a képei is, például pont itt van, Román Györgynek a képei is eléggé hátborzongatóak, és imádom őket. Tehát ezekben a képekben is, nem is talán a borzalom a legjobb szó, van benne egyfajta feszültség, rengeteg minden, de ezekkel is, aki érti, meg aki érzi, valóban így van, remekül lehet vele élni, mert viszont annyi szépség van benne, hogy ez fantasztikusan teszi. Van jelentősége? Például a lilának, meg a zöldnek. Igen, igen, nem véletlenül a magyar könyvet Lila Vászonba tettük, az angol nyelvű változatot zöldbe. Igen, ezt a fajta lilát és ezt a fajta zöldet Farkas nagyon gyakran használja. Azt lehet mondani, hogy ez ilyen farkas lila és farkas zöld, meg van egy egészen különleges kék is, ami kék szín, ami megjelenik a képein, igen. Ez egy tényleg egészen furcsa ilyen hideg lila, nagyon szépek a színek, és hát nem véletlenül említettem, hogy ő keverte ki a festéket, tehát tényleg nagy-nagy mesterségbeli tudás van benne. A vadakhoz nincsen közel? Nincs. Hát a vadak a 906-os, 8-as években dolgoztak Párizsban, Farkas 11-ben megy ki először, úgyhogy nem, az már egy másik időszak. Mondom, ő inkább kicsit kubisztikus képeket festett, de nagyon keveset, mondom, két képet ismerünk fotóról, tehát nagyon keveset tudunk erről az időszakról. Ki tudja, talán ezek, állítólag ezeket a képeket ugye lefoglalták, és utána elárverezték, ki tudja, hogy valakinél esetleg lóg egy kép. Általában ezeket a korai képeit ritkán írta alá valamikor egy ilyen FI szignót használt, lehet, hogy akinél ott van, fogalma sincs arról, hogy mi lóg a falon. Úgyhogy nem könnyű ilyeneket feltalálni. Én különben először New Yorkba találkoztam vele, már nem vele, hanem a képeivel. Ott sétáltam, és egész véletlenül az Ötös Avenue-n jobbra nézek, és látom Farkas István kiállítása. És úgy meglepődtem, de már nem emlékszem, ez melyik évben volt. Igen. De régen, hiszem valamány. Van éve. Egy Gáth János nevű gyűjtő, aki Amerikában is él, és volt egy galériája, és gyakran rendezett kiállításokat Farkas Istvánnak, Román Györgynek is, és Gulácsinak is, és másoknak. Igen. Úgyhogy örülünk, hogy most itt van. Így van. Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy azért Szigligeten a mai napig is Farkas villának emlegeti. Hát igen, az épületet, igen. És hát sajnos igen, de most a mostani bérlők azok két hete kezdték el felújítani az épületet, mert már olyan borzasztó állapotban volt, és most sikerült egy olyan bérlőnek kiadni, aki legalább az épületet megmenti.
Azt, hogy most milyen terveik vannak velük, azt nem tudom meg. De azt tudom, hogy most teszik el január elején a felújítást. Jól, akkor megmarad. Igen, de tényleg a mai napig így hívják, hogy farkas csinálom. Nem tudom, csak láttam a Facebook oldalakon, mert valóban így, hát nem lenne szálloda, de mondjuk egy nagyon jól vezetett panzió, vagy mondjam. Panzió. Egy minden. De ott a környéken mindenki farkas villának emlegeti. Akkor a műsor kérdés. Köszönjük szépen. Köszönjük.